A Gazprom orosz energetikai vállalat bejelentette, hogy csökkenti a Németországba irányuló gázszállításokat, hogy lehetővé tegye az északi áramlat egy gázvezeték turbinájának munkálatait. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ez egyszerűen gázzsarolás Európával szemben. Ukrajna azzal vádolta Moszkvát, hogy gázháborút folytat Európa ellen, és azért vágja el az ellátást, hogy terrort gyakoroljon az emberekre. A Gazprom hétfőn közölte, hogy a karbantartási munkálatok elvégzése miatt a jelenlegi szint mintegy felére kell csökkentenie a gázszállítást, de a német kormány szerint nincs technikai oka a szállítás korlátozásának. Európa gázsarolása hónapról hónapra csak rosszabb lesz. Egy terrorista államnak szüksége van arra, hogy minden európai életét megkeserítse, mondta Zelenszky hétfő esti a lakosokhoz intézett beszédében. Szerinte szándékosan meg akarják nehezíteni Európa felkészülését a térre, nem törődve azzal, hogy az emberek emiatt a hideg hónapokban milyen szegénységben élhetnek.